Föltennék néhány kérdést. Tudjuk-e, hogy merre vagyunk? Hogy merre megyünk? Megtettük-e azt, amit megtehettünk? Volt-e bátorságotok valami igazán újat felfedezni? Utolsó kérdésem van, már nem kell tovább unatkoznotok. Az így hangzik, hogy hisztek abban, hogy még a jövőtökben, életetekben felfedeztek már egy igazi titkot, egy igazi igazságot. Nem például Nobel Prize, Nobel díjat érő igazságot, de valami igazi, nagy, fontos felfedezést tesztek-e majd még az életbe. Thank you.
hangkis elemér gondolatai és a gyönyörű muzsika szó után ünnepelni gyűltünk itt össze. Szeretettel köszöntöm az itt egybegyűlteket, és szeretettel köszöntöm azokat, akik online, a virtuális térben követnek bennünket. Különleges alkalom ez. Egyrészt technikailag az online térben jelenünk meg, ez számunkra is egy kihívás. De az alkalmunk apropója pedig, hogy 5 éves lett a Felsőfokú Tanulmányok Intézete Kőszeg. 5 éves jubileumunkat úgy ünnepeljük, hogy az intézet egyik kulcs elemét képező Kraft projekt termékeit, produkcióit mutatjuk be. A Kraft projekt kulcs elemei a kreativitás, a térségfejlesztés, a kulturális innováció, zömében ezek kapnak hangsúlyt. Születésnapunk alkalmából 2 kiadvánnyal is kedveskedünk. Az egyik az a képeskönyv, Kőszeg Kraft kötet. Ebben kőszegi fejlesztések és a felújított épületek mutatkoznak meg. A másik kiadvány pedig Bartók Béla gyermekeknek 2 kottás könyve alapján Binder Károly improvizációs kompozíciói. Ezeket a műveket Binder Károly trió verzióra írta. Szeretném bemutatni a jelenlevőket. A triót most képviseli Binder Károly, és a dobnál pedig Hidász Tamás. A CD-ről elhangzott már a Cselédnek fogadva című dal, és a későbbiekben pedig hallhatják az Icike Picikét és a Kanásztáncot. Szeretném bemutatni a képeskönyv szerzőit, balról jobbra Sejei Tamást, Takács Laurát és dr. Miszlévec Ferencet. Szeretném akkor átadni a szót, és kezdődjék először a könyvbemutató, amelyet színesíteni fog a Binder szerzemények melódiája. Köszönjük szépen a Cyberspace-ben összegyűlteknek, hogy velünk vannak, és ez egy csodálatos muzsikát Binder Karcsinak. Hangkis Elemért föltett egy kérdést nekünk, hogy tudunk-e, merünk-e valami újat kitalálni. Én azt hiszem, hogy szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy ez a társaság itt, aki jelen van, és aki a könyvben is szerepel, és a következő kötetekben még inkább szerepelni fog, mert. És tudod, néha saját újításainkba, ötleteinkbe belegabajodunk, kérdéseinkbe beletekeredünk, de újra kezdjük, és hát igen, azt mondtuk, hogy I ask, az angol rövidítése a Felsőfokú Tanulmányok Intézetének, I ask, én kérdezek, és te válaszolsz. Aki ide beteszi a lábát, annak valamire válaszolni kell, nem csak arra, hogy jó volt-e az út Budapestről, vagy Bécsből idáig, hanem valami komolyabbra is, és ez tulajdonképpen az élet elemünké vált. Azt hiszem, hogy Hankis Elemér büszke lenne arra, amit elkezdett, és muszáj elmondanom, hogy mindaz, ami itt létrejött, az mély inspirációkból származik, és visszamegy a 80-as és a 90-es évekre, amiket most nem fogunk tudni végigbeszélni. De nagyon fontos, hogy volt egy ilyen folytonosság. Amikor itt elkezdtünk dolgozni, már erre gondoltam ebben az Európa Házban, ami sok véletlennek köszönhető, de annak az akaratnak is, hogy akartuk, hogy legyen itt, vidéken, Kőszegen valami fontos hely, ahol Közép-Európáról, Európáról beszélgethetünk, és a polgármester meghívott minket, és mondta, hogy ez az épület, ez erre jó lenne. Akkor ennek az épületnek nem volt még, ahol most ülünk, itt nem volt fedélzet, nem lehetett volna ülni, csak gerendák mentek keresztbe kasul. És ahol Hankis Elemér életnek az utolsó előadását tartotta, amiből most hallottatok egy pár mondatot, az ennek a háznak a pincéje volt a Sigrai Jakab terem, ami szintén víz alatt állt használaton kívül volt még 15 évvel ezelőtt. És csak azért mondom, mert nagyon rövid idő alatt, nagyon sok inspirációból sok tehetséges, kérdezni merő, gondolkodó, kreatív embernek az akart és nem is akart, nem szándékolt együttműködéséből jött létre. Nagyon sok minden ebben a könyvben úgy gondoltuk először, amikor töprengtünk Laurával, hogy jó lenne bemutatni az elképzeléseket. Egy kis frusztrációból származott ez, mert
magyar léptékkel mérve nagyon gyorsan jött létre ez a sok felújítás, de a mi türelmetlenségünkén ez sokkal nagyobb volt. És bizony sokszor borongtunk azon, hogy na mi lesz itt, nem lesz semmi ezekből, vagy csak a fele se valósul meg. Hát Laura, legalább adjuk ki az elképzeléseinket neki. Laura nem volt ettől lelkes, ő ez egy konkrétabb hölgyennél, és mondta, hogy hát jó, hát igen. Szóval nem volt nagyon jó kedvű ettől, de aztán egyszer csak ráállt. És elkezdtük az év elején mondani, akkor legyen egy ilyen képeskönyv, a címéről rengeteget vitatkoztunk, hogy ő elmondja, hogy milyen ötleteink voltak. És valahogy, nem tudom megmondani mikor, de egyszer csak fordult a kocka. Tehát tulajdonképpen egy ilyen leírást akartunk sok fotóval, hogy mit szerettünk volna, ez se jött létre, az se majta, tehát, és egy ilyen beszámoló lett volna. És valahogy fordult a kocka, meg nem tudom mondani hány mindenkinek köszönhetően, azt, hogy, és jött a Navracsics. Tibor július 1-től az ő hát, szárnyai alatt megy tovább az intézet a kormányzati körökben, és minden felgyorsult szerencsénkre. Nem mondom a sztorit tovább, a lényeg az, hogy ebben a pozitív hangulatban találtuk meg Selyei Tamást, amikor már azt gondoltuk, hogy itt ennek már ragyogni kell. Van az a gyönyörű vers, amit Elemér mindig idézett Szabó Lőrinctől, ez a valami víz alatti ragyogás. Van a fotók egy részén, majd látni fogjátok, és hát úgy hozta a sors, hogy fölgyorsultak ezek a megállt, vagy el se indult építkezések, és a könyvben már be tudunk számolni olyan épületekről is, mint a zsinagóga, a bálház, és a hatalmas, a várkörön túli hatalmas nagy projekt, a MÁV volt gyermekotthon. Én ezt mondtam volna el bevezető gondolatoknak, hogy volt egy ötlet, voltak, igen, ez az inspiráció, igen, találjuk ki Magyarországot, Közép-Európát, Nyugat-Pannoniát, volt egy csomó, nagyon általános elképzelésünk, és találtunk egy konkrét helyet, ami megragadott mindenkit, ahol a külföldiek is azt mondták, hogy hú, ez olyan Brüzs hangulatú hely lehetne, vagy Heidelberg, és ezt mi szívesen elhittük, és akkor egy nagy-nagy év, ez 25 év, amit most elmeséltem, nek az utolsó 5-6-7 évéről lesz most szó, és van szó ebben a könyvben. Átadnám a szót Laurának. Jó. Hát először is visszacsatolnék, hogy végül is mikor döntöttünk amellett, hogy mégis megcsináljuk a kötetet. Annak nagyon is aktuális vonzata van, ugye ez a vírushelyzet, hogy a karantén alatt mindannyian otthon bezárva, mi körülbelül 2 naponta beszéltünk arról a Ferivel, hogy meg kéne csinálni ezt a kötetet, és akkor jött az, hogy olyan kilátástalannak tűnt minden, hogy azt gondoltuk, hogy jól esik egy kicsit visszanézni, és egy más szemüvegen keresztül nézni azt, ahova eljutottunk. Nem a feladatok, a napi feladatok tükrében, hanem inkább az eredményeket számba véve és sorba véve. És végül így álltunk neki, először 120 oldal volt a magyar szöveg, ugyanennyi lett volna ugye az angol, ebből folyamatos kihúzogatással csináltunk talán 50 oldalnyi tiszta szöveget, aztán a képekkel lett ez egy 200 oldalas képes kötet, amelynek a legnagyobb részét az épületek bemutatása foglalja el. Ugye azért az épületek, mert a fejlesztéseknél mindig az épületek azok, amelyek a leglátványosabb elemek, azokat lehet a leggyönyörűbben bemutatni, és nekünk ezzel igazán szerencsénk volt, hiszen Kőszeg műemlékekben, épületekben nagyon gazdag, ugye Magyarországon a műemlékekben leggazdag, egyfőre jutó műemlékekben leggazdagabb település Kőszeg, úgyhogy a magának a Kraft projektnek a kezdetén nem volt könnyű helyzetben Ekler Dezső, aki az intézet főépítésze, hiszen egy nagyon nagy választékból kellett kiválasztani azt a pár épületet, amire aztán a megvalósíthatósági tanulmány alapján építettünk. Fejérdi Tamással tegyük És hozzá. Aztán Fejérdi Tamás is csatlakozott, aki Magyarország ugye egyik legnagyobb műemlékes építésze, úgyhogy azt gondolom, hogy építészeti szempontból is az ország legnagyobb szaktudású kollégáival sikerült együtt dolgoznunk. 9 épületet választottunk ki, és 9 épület felújításáról szólt az a megvalósíthatósági tanulmány, amit aztán 2014-ben még akkor az alapítvány elkészítetett, ugye akkor még nem volt intézet. Ebből a 9 épületből ma ott tartunk, hogy 6 elkészült, 1 folyamatban van,
és 2 van hátra. Ez a 6 ugye a Zwinger, az Európa Ház, a Művészetek Háza, vagy közben lapozgatok. Érdemes, igen. Azt hiszem, hogy Szilárdot kell megkérnem, tehát a Zwinger, a Művészetek Háza, a Festetics Palota. Szemzőház. Igen, Szemzőház vagy Művészetek Háza, mindkét nevén ismerik. Akkor a Festetics Palota, ami az egyik legcsodálatosabb. Egyébként a legtöbb fejtörést okozta a kivitelezés során, mert ahogy itt a képeken is gyönyörűen látszik, a Festetics Palotában korábban önkormányzati bérlakások voltak, úgynevezett szükséglakások, és a több rétegnyi vakolat lekaparása után barokk, rokokó, több száz éves falfestmények bukkantak elő, amit még a tervezés során sem vettek észre. Ugye minden épület egy közbeszerzés, minden épület felújítását egy közbeszerzés előzte meg, azt pedig egy nagyon alapos felmérés. Itt is végeztek falkutatásokat, ahol nem derült ki, hogy a több rétegnyi vakolat alatt egy ilyen elképesztő csoda található, aminek restaurálása, részleges restaurálásával ma a szalonok igazi barokk palotává alakultak. Itt lehet is látni, itt a több hónapig tartott a restaurálási folyamat. Egyébként nem csak pozitív meglepetések voltak a kivitelezés során, felfedeztük a könnyező házi gombát, amiről korábban fogalmunk se volt, de sajnos a legtöbb épületünk faszerkezetét ez nagyon súlyosan megrongálta, ugyanúgy a Festetics Palotánál vagy a Zsinagógánál ugyanúgy, úgyhogy a kivitelezési folyamat az nem kevés kihívást tartogatott számunkra. Ilyenkor borongtunk arra, hogy mégiscsak mondjuk el, hogy miket szeretnénk, mert sose fog létrejönni. Ez egy női szalon, tehát ennyi szembe tudták hozni csak a labak körüli részt, és így is fog maradni, nem kívánjuk teljesen visszaállítani az eredeti 250 évvel ezelőtti állapotokat. Igen. Szerintem a Szilárd mutatja tovább az épületeket, én még csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mindez céltalan lenne, hogyha nem álmodtunk volna bele funkciókat, és ettől válik ez az egész projekt szerintem egész Magyarországon az egyik legcsodálatosabb jó gyakorlattá, hogy minden épületnek feladata lett ebben a projektben, és ezek a feladatok és funkciók egymással összefüggnek, szorosan összekapcsolódnak, és ezáltal a város élő szövetévé válnak. Például a Festetics Palotában, a földszinten egy hankis archívum és egy múzeum, egy hankis múzeum kerül berendezésre, az emeleti szobákban kutatószobák jönnek létre, vagy a Zwingerben, amit korábban mutattunk, kiállítótermek és előadótermeket alakítottunk ki. A Bencés Rendház szálláshely funkciókkal bír, itt szállhatnak meg a kutatók és a például az IASZK előadói épp úgy, mint bárki, aki Kőszegre érkezik, ugyanis minden épület egyrészt szorosan kapcsolódik az intézethez, de másrészt szorosan kapcsolódik a Kőszeghez, az itteni közösséghez, az önkormányzathoz, mindenki számára értéket teremt. Igen, de Tamást kérjük meg, hogy mondjon valamit arról, hogy ő mit fedezett föl, és mi került ebbe a könyvbe, és miért? Miért olyan ez a könyv? Nekem mondtam, gyönyörű szép egyébként. Miért olyan, amilyen? Hát ugye Szombathelyen fölnőve, nekem Kőszeg mindig az életem része volt, rengeteget jártunk itt, és nyilván lelkesedtem érte, mint olyan sokan mások. De könyvet nem tudtam róla még eddig csinálni, úgyhogy amikor nyár végén szóba került ez a könyv, akkor rögtön azokat az emlékeket vettem elő, hogy mit szeretnék én megmutatni Kőszegről. Ez aztán találkozott azzal a hihetetlen mennyiségű forrásanyaggal, amit kép és szöveg tekintetében, de leginkább háttérinformációk tekintetében az intézettől kaptam. Ugye a könyvben közel 330 kép szerepel, ezeknek a hovatartozása, sorrendje, hangsúlya, ez rengeteg háttérinformációt. Ezt találkoztunk, azt mondtuk a Tamásra, hogy maximum 130 fotó lesz. Igen, ebben meg is állapodtunk. Megállapodtunk is így. 330-ig meg sem. Igen. Úgyhogy... El kell mondani, hogy ez micsoda ez, hogy a Bencés háznak
rendszáznak a lépcsőháza. Egy csodálatos fotó, ami Orr Tibornak köszönhetünk. Rengeteg fotós van a könyvben, de nem veszem el a szót csak. Ugye azért tudja, aki nézi ezt, hogy ez egy már használható szálláshelynek a lépcsőháza. Azért a képek számán kívül másban is megállapodtunk rögtön az elején, amit végig is tudtunk vinni, például, hogy tartsuk távol magunkat a megszokott megoldásoktól. Így most a borítón például egy külső és egy belső kép részletét látjuk. Ez a két kép egyben a könyv színvilágát is meghatározza, a szürkét és ezt a barnás okker színt. A könyv alapmotívuma az graffittós ház. Kérnénk a következő képet, ami hát Kőszeg egy ikonikus műemléképülete, és ez a homlokzati díszítés, ez tartalmaz szöveget, tipográfiát, tartalmaz természeti motívumot, tulipános csokorábrázolást, balusztrádot, tehát építészeti motívumot, és mindezek mellett geometrikus motívumokat, és azokat olyan vibráló és változatos módon, mint egy 400 évvel későbbi opárt festmény el lehet benne veszni. De amitől ez az egész számomra, és talán nem csak számomra szerethető és bájos, az az, ahogyan ez a két struktúra, a díszítő ornamentika struktúra és az építészeti struktúra próbál találkozni. Ugye a nyilászárók, a párkányok próbálnak találkozni azzal a kompozícióval, amit elődeink ott elkészítettek, és hát ez nem mindig sikerül, és ettől ilyen egyedi kézműves megoldások jönnek létre, és ez a játékosság, ez a változatosság az, amit a szándékom szerint ez a könyv tükrözni akar. 176 oldalából két egyforma felépítésű nincs, a szövegek különböző sortávolsága, különböző képeket eredményez, kérjük a következő képet. Itt csak azt mutatnám meg, hogy az, ami először talán szabályosnak tűnik, az hányféle valójában. Gyakorlatilag annyi, ahány darab van belőle. A könyvből próbáltunk kivenni egy a homlokzatból, Szilárd, kérnénk még egyet. Ugye a borító egyszerre illusztráció és egyszerre főcím, egyszerre kép és egyszerre szöveg, kiemeli ezt az eddig elmondott homlokzatot, amit még külön effektel, a következő képet kérnénk. A könyvön most nyilván még nem látható, fényes felületek fognak majd erősíteni. Következő képet kérjük. Emellett a egyik legegyszerűbb motivumot, körökből, körcikekből épült elemet végig vittük az egész könyvön, következő képet kérjük, és a szövegek elválasztásánál használjuk. Következő kép. Emellett a geometrikus formák, úgyhogy végig kísérik az egész könyvet, azért további változatosságot is mutatnak. Szerepük a fejezetkezdő oldalaknál növekszik meg, következő képet kérjük. Bordűröket, díszítő sorokat állítunk belőle össze, következő képet kérjük. És még azt is megkockáztatjuk, hogy az eredeti szabálytalan formával is ütköztetjük bizonyos felületeken, következő kép. Önállóan pedig a könyv elején és a végén előzék formájában látható, egy teljesen letisztult formában. És hogy még mi mindenre lehet használni ezt a formát, talán az utolsó képpel mutatnám be, hogy a könyv promócióját segítő tárgyak, így a táska, a tasak is ugyanezeket az ornamentikákat viseli magán. Tehát az a felismerés, ami már 460 éve is ismert volt, hogy a legegyszerűbb elemből lehet a legváltozatosabb felületeket létrehozni, az a könyvben is működik. Igen, tehát bármeddig lehetne Tamást hallgatni. Kicsit érdemes arról beszélni, hogy miért fordultunk ilyen nagy erővel és energiával a múlt felé. Tehát az intézetben nem csak történészek dolgoznak, ez most nem az a ünnepi pillanat, amikor elmondanám, hogy hányféle szakma van itt, de tényleg nagyon sok helyről vannak itt kutatók, tudósok, biológiától a mérnöki tudományokon keresztül a filozófiáig. A történelemnek azért van egy nagy szerepe, mert nagyon sokunknak az a meggyőződés, hogy minél jobban ismered azt a helyet, azt a közeget, ahol dolgozol, ahol élsz, ahol működni akarsz,
annál többet tudsz mondani a jelenéről és a jövőjéről. És ez, nem, ez egy áldott állapot, ahogy a Laura mondta, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy itt ilyen mértékű kulturális épített örökség került megőrzésre a Jóisten, meg a kőszegiek, meg nagyon sok minden ki miatt, a horvátok miatt, a Jurisic miatt, akinek az Ibrahim Pasa jó haverja volt, és tulajdonképpen lebajaszták, hogy nem teszik tönkre, kőszeget nem bűtják föl, nem. De mindennél fontosabbak az emberek. Szeretném elmondani, hogy nagyon fontosak az épületek, de azok az emberek, akik ezt a várost megőrizték, a hihetetlen tehetségük, kreativitásuk, és egyébként az élő családjaik a mai napig itt vannak velünk, és nagyon-nagyon sokat lehet tőlük tanulni. Tehát két kohorsz van. Az egyik az a múlt, mert miért erről beszélnék egy kicsit, elmondanám, hogy itt van egy könyvnek egy ilyen kis, tulajdonképpen egy ugrás a könyvben, mert nincs szó épületekről, csak emberekről van szó, de Tamás javaslata volt, van egy panoptikum, ahova nem tudunk mindenkit természetesen betenni, de azt mondtuk, hogy azok, akiknek a kezdetekkor, az első 2-3 évben döntő szerepük volt abban, hogy ez a dolog, ez a szinte még ma is vadnak tűnő ötlet, hogy hozzuk vissza a kőszegi szellemet, az iskolaváros jelleget, a vonzerőt, de csináljunk valami újat, ez megvalósulhatott, ehhez azért egy nagyon komoly csapat kellett, és ezeket az embereket itt bemutatjuk nagyon röviden, a között vannak diplomaták, vannak fizikusok, Nobel-díj várományosok, vannak brit közgazdászok és történészek, Gál Zoltán, professzor, a Pannon Egyetem volt rektora, Jim Skelly, békeharcos és amerikai szolgálat megtagadó, szociológus, Kerekes Sándor, ökológia egyik legnagyobb mestere Magyarországon és külföldön, és mondhatnám a többieket, és ott van Fejérdi Tamás, a bal sarkám, de remélem, hogy szólni fog még ma, Jody Jensen, aki a Polányi Szentert viszi, mutassátok esetleg a másik panoptikum képet, igen, Etler Dezső, átszellemülten néz a jövőbe, ott a középen, a bal oldalt, a Markovics Aliza, akitől olyan fantasztikus csapatot kaptunk, az ő ismeretségi köreit van nálunk és nélkülük, nem tudtuk volna ezt végig csinálni, életemben nem dolgoztam ilyen hatékony emberekkel, engem is megrendszabályoznak még időnként, nem teljesen, de nagyjából, és hát egy fantasztikus külföldi gárda, fiatalok és idősek, kutatók, ez a tavalyi, az utolsó pillanatban, februárban még tudtunk egy téli egyetemet szervezni, egy UNESCO Winter School-t. Itt 25 országból jöttek 30-valahányan. Egy elképesztő dolog, ezeket nem tudtuk mind átadni. Ezeket nem lehet újságcikkekben, rövid interjúban elmesélni, ezeket meg kell élni. És azért is van a kötet, hogy azt a szellemiséget, ami kisugároz, ezt bemutassuk ebben az első könyvben. És majd a következőkben bemutatjuk a konkrét munkákat. Tehát kik voltak, mondjak egy szót arról, vagy pár szót, hogy kik voltak azok, akiknek a szelleme itt van, és milyen régen. Ugye a Jurisicset tudtuk, azt elmondtuk nagyon sokszor. De itt van a Szkafitós ház, aminek a Podaszkafitó részét nem említetted, de egy fantasztikus mondat van, ami most már több száz éven keresztül velünk van. Ez első Rákóczi Györgynek is a jelmondata volt. A latinul úgy hangzik, hogy non est valentis, neque currentis, sed miserentis dei, se azé, aki akar, se az, aki fut, hanem a könyörülő istené, a kegyelem, a végső döntés. És ez valahogyan a protestánsoknak a jelmondata lett. És nem tudok olyan házat, én nem ismerek ilyet. Biztos van, de én nem ismerek ilyet Magyarországon, ahol egy ilyen mondat sok száz éve keresztül ott marad. És a titkát sem tudtam megfejteni, idősebb Bariska Istvánnak köszönhetem, hogy a könyv írása közben föltettem neki ezt a kérdést, és rávezetett a következőre. Somogyi András szenátor, a protestantizmus vége felé, amikor már készülődtek a rekatolizáció erői, ennek a háznak a tulajdonosa volt, és övé volt az Aranystrutz, az ország első szállodája, bejegyzett szállodája, ahol éppen akkor protestáns nagyurak összeesküvést szültek. 2 éven keresztül a Veselényiek, a Frangapánok és nem tudom még sokan mások, de nem csak úgy, hogy egyszer találkoztak egy pofa bor mellett, hanem 2 éven keresztül ide jártak. Ő ezt tudta,
és a város fizette. És az volt a fenyegetés, hogy nagyon-nagyon nagy baj lesz, ha nem fogadják be a jezsuitákat. A jezsuiták azért kerültek Kőszegre és kezdtek el tanítani, mert a város belement ebbe a kompromisszumba. Az első rekatolizáló maga a somogyi szenátor lett, de ott hagyta a ház falán ezt a protestáns üzenetet. És ezeket a mélységeket nem lehet hirtelen megérteni és megtanulni. Egy borzasztó erős üzenetük van. Nem mondok több ilyen sztorit, mert nagyon hosszúak. A bencésekét csak nagyon röviden említem, hogy a jezsuiták után, akit elég hamar lekevertek innen, jöttek a bencések, és 150 éven keresztül meghatározták ennek a városnak a szellemiségét. Ami azért praktikus, taníts, építsd magad, és így tovább. Orelt, labora, és így tovább. És hát ugye a kommunizmus diktatúrája annak egyik első dolga volt, hogy ezeket az iskolákat bezárta és elvette, de ez a szellem nem szűnt meg. És úgy hozta a sors, hogy Várszegi Asztrikkal, aki korábbi főapát volt, és most ugye Cyril főapátúrral jó kapcsolatban vagyunk, és ez is közrejátszott, hogy úgy gondoltuk, hogy a város közepén égtelenkedő, egyre romosabb és reménytelenebb épület újra legyen egy világos és befogadó hely. Ez is egy szempont volt, és hát egy fantasztikus élmény volt ennek az épületnek az átadása, és az az áldás, amit ugye Cyril főapátútól kaptunk. És el is határoztuk, hogy folytatjuk ezt az együttműködést, mert a másik ilyen gyönyörű épületünk a zsinagóga, ami szintén fantasztikus üzeneteket hordoz. Ugye a könyvben is szerepel az utolsó kőszegi rabbi, Linksz Izsák. Hogy Hankis gondolatát folytassuk, hogy gondolkozzatok el azon, hogy mit üzen nektek ez az épület. Hogy Linksz Izsák örököseivel azért fel kell vennünk a kapcsolatot. De minden épületnek van egy ilyen titka. A kettővel arrébb lévő Festetics palotának, ahol Festetics Imre semmiből, minden egyetemi háttér nélkül, minden akkreditáció nélkül, meg doktoriskola nélkül felfedezte a genetika alapjait. Nemesként nem a privilégiummal foglalkozott, hanem juhokat kereskedett, és tenyésztett juhokat, és próbált nemesíteni, és közben rájött a genetika alaptörvényeire. Nem mondom a sztorit el, csak ugye őt követték a Csernelek, a Csernel Kálmán, aki megírt a Kőszeg mai napig legjobb történetét, a fia, aki ornitológus, és akiről ugye nyilván több minden el van itt nevezve, és aki egy modernizátor volt, a sielést ő hozta be Magyarországra. Ezek az emberek ebben a palotának nevezett, tulajdonképpen nagyon szép barokk épületben laktak, egészen addig, amíg hát föl nem darabolták, és kicsikek is apró lakások lettek belőlük, és olyan állapotba került, hogy azt mondta az építő mester, aki idejött, hogy ha egy vagy két éve később jön, akkor nem lehetett volna ezt az épületet megmenteni. Tehát azt akartam ezekkel elmondani, hogy összeérnek ezek a történetek, az utolsó pillanatban jöttünk bizonyos épületek szempontjából, és a beszélőházak, ugye Mátai Mónika szerepel, aki éppen kezdeményezett, azok most beszélnek hozzánk, és most már mi is beszélünk ezekből a házakból. Hát gondoljátok meg, hogy ott lesz a Hankis archívum, és evolúció biológusok dolgoznak velünk, akik sajnos már 4 éve megjósolták a pandémia eljövetelét, és akkor csak azt hittük, hogy átmeneti depresszióba estünk az előadás után, és majd minden rendben lesz, de hát most már tudjuk, hogy ez nem így van. De hogy ez a város erre tényleg alkalmas. Azt hiszem, hogy ezért azt válaszolhatjuk Elemérnek, hogy merünk valamit kitalálni, de többes számba, mert egyedül ezt senki nem tudta volna csinálni, még egy kis tím sem. Tehát én azt mondanám, hogy muszáj végig mennünk ezek az épületeken ilyen szempontból, hogy kik laktak ott, mit csináltak, mi jutott az eszükbe. Séj Fülöp, aki egy kiskereskedő zsidó családból származott, viszonylag szegényen idejöttek Kőszegre, nem tudni, hogy miért jöttek ide, Lakompakról, Eszterházi birtokból, és aztán egy hatalmas mágnás lett belőle Bécsben, aki katolizált, az első báró lett, és mint katolikus báró visszajárt Kőszegre, és pénzt adott különböző projektekre, nem csak a zsidó temetőre, meg a zsinagógára, hanem katolikus templomokra és egyébre is. És ennek a Séj Fülöpnek a,
a Frigyes volt az unokatestvére, mind a ketten gyönyörű palotát építettek Bécsben a Ringen, és ide már járnak Kőszegre filmet készíteni az épületről, meg a Kraftról, mert a bécsi nagyközönséget is foglalkoztatja, hogy kik voltak ezek a úgynevezett ring bárók, the ring baronen. És megjelent nálunk ebből a családból, a Frigyes vonaláról egy hölgy, aki Londonban él, és aki 10 éve jár ide, és úgy mutatkozott be, mindennek a családnak egyik leszármazottja. Tehát vannak séjek. A Festetics örökség is megy tovább, szoros együttműködés vagyunk ugye Keszthelyjel. Itt hálózatoknak a hálózatai vannak egy borzasztó pici, geográfilag borzasztó pici kehelyben, amit Kőszegnek hívnak, de a kapcsolatok azok globálisak, és szerteágaznak Európában is mindenhol, és ezt az örökséget szeretnék tulajdonképpen továbbvinni. Tehát az épületek nagyon jók, de csillingelhetnek, meg lehetnek gyönyörű festmények, és minden emberek és kreativitás nélkül megint le fognak pusztulni, és azt hiszem ezt mostanában sikerül elkerülni, itt láthatjátok Festeticset, aki tényleg egy zseni volt. Úgyhogy igen, ezek a nagyon-nagyon dióhéjban a történetek, sokat lehetne még, ja hát igen, hogy az íróinkat, Ottlieb Géza, aki átvette ezt a jelmondatot, ezt a szkafitos jelmondatot a regényében, az első meg az utolsó fejezet címében benne van ez. Krisztóf Ágota, aki itt hagyta el az országot 56-ban fiatal lányként, és szörnyű lelki kínokat élt meg, nagyon tehetséges volt, és nem tudott magyarul írni, mert senki nem olvast el a magyarul írt verseket. Megtanult úgy franciául, hogy világhírű írónő lett, és közben valahogy, nem pontosan mondom, de valahogy gyűlölte ezt a dolgot, hogy neki ellopták a nyelvét. És hát a könyve, ami majdnem a mi hát, könyvének is a címe lett, Laura nagyon gondolkozott ezen, nagy füzetből valami kis füzet, vagy nem tudom. Na, hogy volt ez, Laura? Így. Igen, így. De aztán erről lebeszéltük magunkat. Már betegen többször visszajött ide, szeretett volna újra letelepedni, Kossuth díjat kapott, nem tudott már idejönni, de ragaszkodott hozzá, hogy itt legyen eltemetve. Nem tudunk róla, mert az életem túl bonyolult ahhoz szerintem, hogy a magyar értelmiségi, irodalmi és közéleti nyelv ezt föl tudja dolgozni, de mi szeretnénk, hogyha ez mégiscsak így történne. És a séjek mellett voltak mások is, a Szemző Sándor, aki egy nagyon tehetséges zsidó ügyvéd volt, ő építette a szemzőházat itt mellettünk. Az ő lányai voltak Magda és a Klára, az egész család elpusztult Auschwitzban, kivéve a kisfiút, ugye Magdának a gyermekét, akit egy katolikus barátja, az édesapjának itt Kőszegen rejtette el, és túlélte a holokausztot. Őt úgy hívják, hogy Görög Sándor, ma élő akadémikus, vegyész, nagyon, nagyon híres ember, nagyon sokat élt Kőszegen, ő nem tudta ezeket a rémtetteket, csak utána tudta meg, hogy mi történt, és még akkor is ide szeretett járni iskolába. És tőle kaptuk ezeket a fotókat, fotók egy részét, amit itt láthattok, és így tovább, tehát itt van nagyapa és unokája. Ő történetük itt van velünk ma, tehát mi vagyunk ők, és mi együtt a beszélőházak, és ezt most még folytathatnám nagyon sokáig, nem fogom. De tehát Kőszeg az nem Kőszeg, Kőszeg a közép-európai történelemnek egy fantasztikus kelyhe foglalata, és persze ahhoz, hogy ezeket a történeteket kiderítsük, azért nem lehetett lenni sok időt itt tölteni. De hát szeretném mindenkit megköszönni Laurának ezt a páradhatatlan munkát, amivel a keleti végeken Budapesten hát egy sokat tett azért, hogy ez nagyon sokat tett azért, hogy ezek meg is valósulhassanak. És Tamásnak az egy pillanatok alatt fölfogta, tehát pár nap alatt, hogy miről van szó, nem ismert minket, de hogy ez a jobb, tehát hogy nem tudta, nem, az árnyold, nem ismert az árnyoldalunkat. De hogy ez így össze tudott jönni online, ez egy nagyon ritka történet. Mutassunk valamit, ha kérhetném, a zenélőkútról. Mert nem csak épületeket újtottunk föl, hanem van egy zenei csoportunk, és ez az utolsó gondolatunk. Hogy ez a könyv, ez az építészetről szól, a színekről, a formákról és a zenéről. Tehát ma itt a mi intézetünknek a
projektjeiről nem beszélünk. Ezek is persze részben a műtélethez tartoznak. A zenei műhely remélhetőleg intézetté válik, és itt van velünk Mizsei Zoli, aki pillantra, Zoli, gyere be, légy szíves egy pillantra, és mondja valamit erről. Igen. Maszk nélkül, vagy azzal, amit akarsz, hogy hogyan jött létre ez a fantasztikus történet. Van a városnak egy igazán zenélő kutya. A hangzó városnak egy hangzó kutya. Mizsei Zoltán. Zenélő kúthoz zenészek kellenek, akik megérkeznek Kőszegre, és nyitott füllel hallgatják, hogy mi szól. És egyrészt hallják, hogy milyen csendje van a városnak, ez volt az alapélmény. Másrészt pedig hallják, hogy vannak itt mindenféle olyan zenei események, amelyek egy zenész számára nem biztos, hogy a legkedvezőbbek. Tehát egy negatív élmény sarkalt engem arra, hogy azon kezdjek el gondolkodni, hogy ennek a városi akusztikának, ennek a városi térnek hol lehetne egy olyan harangjátéka, ami méltóképpen szólal meg. És akkor ösztöndíjas kollégám Váci Dániel, aki zeneszerző, zeneszerkesztő és zenegépszerkesztő, föltaláló, vele megosztottam ezt a dilemmámat itt Kőszegen, és ő elég hamar előállt az ötlettel, hogy hát itt van a Jurisics tér, mondtam, igen, igen, ez egy gyönyörű akusztikájú tér. A Jurisics téren pedig ott van a városkút, a maga körkörös architektúrájával, ami tökéletesen alkalmas egy zenegépnek a beillesztésére. És a gondolatot tényleg tett követte, az én életemben ez egy kivételes esemény, hogy körülbelül 2,5-3 éven belül egy ötletből tényleg megvalósult maga a zeneeszköz. Elmondtuk az IS-nak, elmondtuk a városnak, a város pályázott, a város nyert, megtervezték, fölhúzták oda, és mind a mai napig működik. Most kb. 3/4-5 van. Uh-huh. 5 órakor, aki ott van a Jurisics téren, hallhatja, hogy most éppen adventi éneket játszik. Ez is a mi leleményünk és ajándékunk a városnak. Majd ezek az adventi énekek bővülnek. De a kőszegiek, akik nézzek minket és unnak minket, inkább menjenek ki a Jurisics térre. Igen, 4-kor is játszik, 5-kor is játszik, 6-kor is játszik. Ez az adventi menetrend részünk. Vagy nagyon szép dallam, amit este 8-kor vagy 10-kor, vagy igen, igen, a napnyugodni tér, ezt ugye a napnyugtára terveztük. Folyamatban van egy olyan program betervezés, ami tényleg követi az aktuális naplemente. Hogy van ez, valójában nem mindenki művelt, hogy ezt tudja. A dalt? Igen. A napnyugodni tér, a zumba mindenki bekapcsolódik a kánonba. Leszáll a csendeség, már búcsút mondunk. És aztán tudják tovább a közegét boldogok, már el kell válnunk. Na, igen, hát ez a IASZK, Hölgyeim Uraim, a zenei műhely, és megyünk tovább. Igen, a zenei műhelynek két oszlopos tagja, Bindelkár és Mizsei Zoltán, két fantasztikus részét képviselik a zenének. Zoli elsősorban egyházzene, és aztán minden egyéb, rockig bezárólag, és van mindenféle, sok minden. És hát Kacs, mindenki tudja, hogy a jazz. De a kettő nagyon sok ponton összeér az improvizációban, és nem veszem el a szót. Egy pár gondolat, hogy amikor itt virtuálisan lapozgattuk a könyvet, akkor eszembe jutott, hogy a Festetics palotában adtuk elő két éve a Bartók egyes lemezt, és valami hihetetlen helyszín, tehát vizuálisan egészen mást jelent, mint akusztikusan. Azt hiszem, a Zoli is ott volt a koncerten. Egy olyan helyszín, hogy hihetetlen izgalmas volt nekünk muzsikusoknak. Éreztem szinte a falakból sugárzó energiát és azt a történetiséget, amiről itt az előbb beszéltetek, hogy lekapartatok különböző rétegeket, miközben restauráltátok az épületet. Ezt szinte lehetett érezni a koncertek, vagy a koncert során. A két lemezre visszakanyarodva, 2018-ban jelent meg az első, Bartók gyermekeknek egyes, és 2 évre rá ugye most a második.
Az első lemezt azt részben az IASK támogatta, a másodikat pedig teljes mértékben az IASK-nak köszönhetjük, hogy megjelenhetett. Mind a két lemez Bartók Béla gyermekeknek 4 kötetes ciklusából tartalmaz 15-15 kis darabot. Ezeket a darabokat én megfelelő koncepció alapján válogattam ki. Kerestem olyan hangulatokat és olyan karaktereket, amelyek színesek, és olyan karakterek, amelyek lehetőséget adnak az improvizáció számára. Bartók Béla nekem amúgy is egy meghatározó etalon, és nem csak számomra, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára a világ és Európa és Magyarország egyik legnagyobb büszkesége Bartók Béla, hiszen egy olyan zenei rendszert hagyományozott ránk, amit a mai napig nem tudott senki túlszárnyalni. Én az egyetemen bevezettem az elméletórákon és a szigorlati tételekben a Bartóki tengerrendszerből való vizsgázást, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos és meghatározó számunkra. Bartók Béla, tudjuk, hogy nem csak zongoraművész volt, zeneszerző volt, hanem tudós ember volt, és hihetetlen mennyiségű népdalt gyűjtött. És ezek a népdalok csodák. Ezek a népdalok annyi mindent tartalmaznak, és annyi mindenre adnak lehetőséget, és olyan széles a paletta, hogy pontosan egy olyan népdalból, amit egyébként másképp szoktak énekelni, mint ahogy én most el fogom játszani, pontosan azért választottam ezt, mert valóban advent és karácsony, előbb a Zolit elénekelt itt a gyönyörű szép dalt, és csatlakoznék ezzel a kis icike-picike darabbal. Ez egy népdal, de számomra egy ima és egy himnusz. Én ezt szeretném most eljátszani. Nehéz megszólalni, igen, ez egyben egy elmaradt Christmas party és egy karácsonyi összejövetel a mai, mert mostani hírek szerint egy jó darabig nem fogunk még tudni összejönni az online téren keresztül. Nagyon sok mindent tudtunk volna és kellett volna említeni a könyvben. Rengeteg
fotó mellett rengeteg fotós is szerepel, Úr Tibort említettem, de kiváló helyi fiatal fotográfusoktól kezdve, nagyon profik, maga ugye Sejei Tamás is kijött többször fényképezni, mert a látványnak itt nagyon jelentős szerepe van. A CD-ket elmondták, a Mizsei Zoli CD-je is készül. Tudom, hogy nem divat CD-t venni, meg CD-vel zenét hallgatni, de azt kérem, aki ezt a műsort hallgatja, vegye meg. A könyv mellett még egy pár héten keresztül kedvező áron hozzá lehet jutni. És én még azért adnám a szót Tamásnak, Laurának, hogy mondjanak valamit, mielőtt még tovább hallgatjuk a muzsikát. Én még a fotósokat egészíteném ki, hogy ugye családi fotókat kaptunk Dőri Mariettától, Görög Sándortól, úgyhogy ezzel bővíthettük a régi fotók tárát, illetve a Fortepán készletében olyan kincsekre bukkantunk, hogy mi hosszú estéken át beszélgettünk, hogy láttad, amikor a Zwinger borozó volt, és az elvtársak ott boroztak, és hasonló, hogy... Nem lehet behozni ezt a... Hogy a régi fotók kapcsán... Társkertértás. Milyen elképesztően megelevenedett a múlt. Reméljük, hogy egyszer majd a mi könyvünk is egy ilyen emlék lesz, és másoknak örömet okoz azáltal, hogy... Valamiért van középen is egy kép, de teljesen mindegy, ott bal oldalt látjátok, hogy 60-as évek, 65, Fortepán fotó. A Zwinger, ami most egy gyönyörű kiállítóterem, és egy borozó volt, ilyen nagyon alfa, és Fáskerti eltársat lehet látni ott nyakkendőben, ahol szeparáltan a... nem létező tömegtől, hát vagy szombat délután borozgatnak. És a Tamással ugye megállapodnunk, hogy megpróbáljuk behozni ezeket a 100-120-60 évvel ezelőtti fotókat, azok mellé tesszük, amik az épületek a rommos állapotában, és a mostaniakat, ezt a hármas játékot elég sokszor sikerült eljátszani Tamásnak. Igen, ugye az előbb beszéltem a tipográfiai elemeiről a könyvnek, de amitől igazán könyvé válik és izgalmassá, élvezhetővé, az egésznek az íve, a ritmusa. Nagyon fontos ennek a könyvnek a tagolása. 9 fejezetre osztódik a könyv, és kicsit olyan, mint egy film, ami 9 epizódból áll, de egy kerettörténet fogja egybe, és ez inkább az utolsó fejezetnél lezárásként érzékelhető, ugye a szeptemberi megnyitón elhangzott szöveg, és annak illusztrálásaképpen a bencés épület felújítási folyamata zárja a könyvet. Pont ezekért a tagolásokért lettek a fejezetkezdő oldalak mindegyik más szerkezetű, és a tartalomjegyzék, hogyha esetleg az elejéről kérhetnénk egy... Meg tudod mutatni a tartalomjegyzéket? A könyv tartalomjegyzéket, igen. Hogy? Bocsánat, nem. Ja, ezt. Egy kicsit olyan ez, mint egy főzőműsor, ahol elmondjuk, hogy mi van benne, és majd mindenki akkor élvezi, hogyha otthon megfőzi magának. Igen, és nem is, hát azért a zenét el tudtuk játszani, az épületeket el kell jönni megnézni. A varázslatot elmondtátok szerintem, tehát, hogy itt valami olyasmi születik, még nem született teljesen meg, az intézet is sokáig született, ami még nem volt, tehát hogy lehet a saját kérdéseinkből is építkezni, és lehet a városnak a saját erejéből, a saját régebbi, újabb identitásaiból újra építkezni. Ezt szerintem azért elmondtuk. És van fél év a másik két könyvnek a elkészítésére, ez a három együtt szerintem egy nagyon érdekes trilógia lesz, és amikor a születésnapunkat befejezzük, az 5. születésnap ünneplését májusban. Én nagyon remélem, hogy akkor ezzel már elő fog tudni állni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm az együttműködést, kiváló volt veletek dolgozni, akkor is, ha ritkán találkoztunk. És folytassuk, nagyon sok minden tervezünk még, kiállításokat, Tamással, Laura egyszer csak befejezi majd tanulmányait, és akkor több időt szán majd ránk, nem tudom, hogy lesz-e így, de talán.
És hát a könyvet azt keressék majd nem sokára ott lesz a boltokban, nyomtatva is, de online már most elérhető, a CD itt van, gyönyörű szép folytatása a 2 évvel ezelőttinek, és most látjuk itt a könyv impresszumát, hogy a hosszú lista ott a fotósok névsorával, és hogy ki mindenkinek köszönhetjük a könyv létrejöttét, említettem már Mátai Mónikát, Fejérdi Tamást, itt megszólalt Szász Izabella, Kővári Ági, aki nagyon sokat segített a könyv létrehozásában, és Bizsei Zoli, aki írt is a könyvbe, tehát ez egy nagyon komoly, sok éves munkának az egyik foglalata, de ez egy flow. Én úgy hívom, hogy ez a kőszeg flow. Ezt nem lehet egyszer csak úgy lezárni, hogy akkor ez megvolt. Úgyhogy szerintem visszaadjuk Izának a szót, és kicsit hallgassuk még azért a zenét, azt gondolom, hogy megérdemeljük. Egyrészt szeretném megköszönni a résztvevőknek ezt a gazdag, tartalmas bemutatót egyrészt a projektről, az intézetről és az épületekről, és akkor köszönöm szintén az online minket követő nézőknek a figyelmét, és zárásként színesítsük még stábnak, aki ezt, a stábunkat, igen, új világot létrehozták itt stábunkat, akikkel most ebben a helyzetben, és reméljük azért a vírushelyzettől függetlenül a továbbiakban is ilyen kreatívan együtt dolgozunk. Ha megengedik, akkor zárjuk le szép, színes magyar dallamok kreatív feldolgozásával Binder Károly és Hidász Tamás előadásában.